Miután megtisztította a Marsot és a pokol egy részét, Doomslayer nem pihenhet le. Az űrben lebegő Fortress of Doomban arra készül, hogy megtisztítsa a Földet. Egykori otthona ugyanis démonok invázióját nyögi, ő pedig úgy dönt, hogy megmenti a planétát még akkor is, ha ehhez szó szerint meg kell járnia a poklot és a mennyeket. A 2016-os Doom Reboot egy remek kis shooter volt, de tulajdonképpen mindent a zseniális harcrendszernek rendeltek alá benne. Történet nem igazán volt, a pályák eléggé fantáziátlanok voltak, a főtennivalónkat pedig az Eternalhoz mérhető nagyjából 22-25 órás kampányban főleg a harc tette ki. Az id Software fejlesztői úgy gondolhatták, hogy ami működik, azt kár megjavítani, ezért az Eternalre inkább csak finomítottak a recepten. A harcrendszer a szokásos eszement pörgést nyújtja, amely homlok egyenest más taktikát követel meg, mint korunk modernnek nevezett akciójátékai. Gyakorlatilag folyamatosan mozgásba vagyunk a földön és a levegőben, miközben a millió számra támadó rémeket úgy gyalázzuk meg, hogy nem értjük, hogyan merészelnek 50 egyszerre is nekünk rohanni. Míg a 2016-os epizódban nagyjából a játék felénél indult be igazán az úszda, az id Software remek műve bátran küld be minket olyan eszement csatákba is, amelyekhez régebben azért jó pár órát kellett barangolni a kietlen tájon és az épületkomplexumban. Hogy ezt megtehesse, az id egy kicsit kibővítette az arzenát, bevezette a dash opciót, hogy Slayert irányítva még fürgébbek legyünk, és persze teremtett pár olyan démont, amelyek kiismerése alaposan feldobja a csatákat. Szinte minden nagyobb tömegrendezvényen felbukkan valami, ami megbolondítja a betanult reflexeket. Egyszer egy totemet rejtenek el az arénában, amely elképesztően feltápolja az életünkre törő démonokat, máskor egy pár pályával azelőtt még fő ellenségnek számító rémből eresztenek ránk hármat. Bár Slayert irányítva folyamatosan istennek érezzük magunkat, az id nagyszerű érzékkel ránt le minket a földre, és már közepes nehézségi fokozaton is taktika, tempó és fegyverváltásra kényszerít bennünket, ezzel pedig tökéletesen megoldja, hogy az Eternalt ne lehessen monotonnak bélyegezni. Szinte minden összecsapás egyedi, folyamatosan észnél kell lenni, és bizony ki kell használni az eszközeinket és a környezetünket is. Persze, ehhez kellenek azok az alapok, amelyeket 2016-ban lefektettek. Még most is bántóan kevés lőszer van egy-egy mordájhoz, így folyamatosan használnunk kell a teljes arzenát. Ráadásul minden ellenség ellen más és más pusztító eszköz a leghatékonyabb. Slayer arzenája bővült is egy picit. A vállára szerelhető és bizonyos időszakonként elsüthető lángszóró pedig nem csak azért jó, mert lecsíp az ellenfelek életerejéből, hanem azért is, mert a tűzben izzó démonok páncéldarabkákat dobnak el maguk után. Ezzel pedig folyamatosan rá vagyunk kényszerítve, nem csak a fegyverek, de az extrák használatára is. A glory killek, amelyek brutálisabbak és változatosabbak, mint valaha, segedelmével más világra küldött dögök életerőt, a felgyújtottak páncért, a láncfűrészekkel kettévágottak pedig lőszert dobnak. Ezeket ésszel variálva kell használni, különben már közepes fokozaton is pillanatokon belül forró helyzetben találjuk magunkat. Fontos megemlíteni, hogy bár gyors mentés továbbra sincs, a pályákon alaposan eldugdosva találhatunk életeket, ezeket pedig érdemes megszerezni, hiszen ha rendelkezünk velük, akkor halál helyett azonnal maximális életerőn éledünk fel, vagyis nem kell előről kezdeni egy-egy hosszabb aréna szekvenciát. Ugyanakkor az id megfogadta a kritikát, és most már nem csak harcból áll az élet. A zseniális és a hihetetlen precíz irányításnak köszönhetően tényleg élvezetes ügyességi részekkel, csapdákkal és hasonló mókákkal dobták fel a játékmenetet. Slayer kis túlzással több időt tölt a levegőben, mint a talajon, köszönhetően a duplaugrásnak, illetve a már említett dashnek. Megijedni azonban nem kell. Pár kötelező platform szekvenciát leszámítva, a legtöbb nagy koncentrációt igénylő ilyen mutatvány csak extraként zajlik, így a mélységek és a magasságok közötti ugrabugrálás nem töri meg a játék lendületét. Kis túlzással egyszerűbb lenne azt felsorolni, hogy mit nem lehet fejleszteni a játékban, mint azt, hogy mit igen. A fegyvereinknek a pályánkon elrejtett Vega terminálokkal nem is egy, de rögtön két másodlagos tüzelési funkciót adhatunk, ráadásul a különböző fő- és mellékküldetésekért kapott fegyverpontokból ezeket erősíthetjük is. Talált cuccokból bővíthetjük többek között az életerőnk és a lőszerkapacitásunk mennyiségét, és akkor ott vannak még a plusz kütyük, a lángszóró, a fagyasztó és a robbanógránát tápolásának lehetősége. Ne legyenek illúzióink! Ahhoz, hogy mindezeket közel a maximumra tuningoljuk, nem lesz elég csak úgy átrohanni a pályákon. Folyamatosan fel kell fedeznünk a legeldugottabb zugokat is, és nem árt bizony teljesíteni a rejtett, időre menő csatákat, és a Slayer's Gate-re keresztelt, már önmagában is nehezen hozzáférhető kihívásokat. Akadnak továbbá rúnák is, ezeket igencsak eldugták az alkotók, maximum 3-at aktiválhatunk egy időben, és alaposan megváltoztathatják a játékszabályokat. Van, amivel jobban navigálhatunk a levegőben, és olyan is,
amely pár pillanatra belassítja az időt, ha a másodlagos tüzelést használjuk. Mondanunk sem kell, ezeket megfelelően kombinálva a saját játékstílusunkhoz igazíthatjuk a harcrendszert. A hasznos rejtett extrákon kívül akadt pár jó pofa, talán kevésbé hasznos gyűjtögetni való. Kis játékfigurák, amiket a szörnyekről és a karakterekről mintáztak, zenei albumok, amelyeken a sorozat kultikus muzsikái találhatóak meg, illetve csalókódokat tartalmazó lemezek. A csaták között csak otthonunkban, a Fortress of Doom-ban pihenhetünk meg, és persze itt is akad ezernyi titok, amelyeket a pályákon felszedett telepek segítségével nyithatunk meg. A hajóba oltott erődítmény rengeteg zárt szobával rendelkezik, némelyek egyedi skineket, mások valamilyen fejlesztéseket vagy ahhoz szükséges nyersanyagokat tartalmaznak. Elképesztő, hogy mennyi mindent kézben kell tartanunk ahhoz, hogy fel tudjuk venni a versenyt a kiélezett kihívásokkal. Ugyanakkor ez a sokféle dolog nem válik túl bonyolítottá, hanem legkésőbb a játék harmadára már tökéletesen átlátható a fejlődési rendszer. Végül, de nem utolsó sorban ott vannak még a kozmetikai extrák. Legyen szó akár Slayerről, akár a később majd irányítható démonokról, számtalan egyedi skint, külsőt bonthatunk ki, sajátossá varázsolva nem csak a karakter megjelenését, de például győzelmi pózait is. Ezeket elsősorban szintlépésekért osztja az Eternal, minden pálya teljesítésekor a program ugyanis honorál az alapján, hogy mennyi titkot fedeztünk fel, és mennyi kihívást tudtunk abszolválni, szintet lépve pedig ilyen kozmetikai kiegészítőkkel ajándékoz meg. Nagy pluszpont az alkotóknak, hogy ezeket megvásárolni valós pénzből nem lehet, kizárólag játék által szerezhetjük meg őket. A Doom Eternal technikai megvalósítása egyszerűen tökéletes. Némi kompromisszum árán egy alsó-közép kategóriás számítógépen is megvan a 60 FPS, a legdurvább helyzetekben is, minimális esések persze vannak, zavaró szaggatásoknak viszont nyoma sincs. A látvány pedig elképesztő. Akár a pokol inváziója alatt nyögő földön, akár egy más planétán járunk, hatalmas tereket láthatunk be, és olyan változatos helyeken gyilkolhatunk, amely komoly előrelépés az előző felvonás kissé talán beszűkült lehetőségeihez képest. Minden tereptárgy, minden ellenfél, minden fegyver és minden pálya eszméletlen jól néz ki. A slusszpoén pedig, hogy a teszt nagyjából 25 órája alatt egyetlen egy buggal, egyetlen egy hibával sem találkoztunk. Persze nem csak a külső van rendben, hanem a hangzás is. Big Gordon zeneszerző ott folytatta, ahol 2016-ban abba hagyta a zúzós industriális őrülettel, de a fegyverek hangjaiba, a szörnyek hörgéseibe vagy a karakterek szinkronjába sem lehet belekötni. Ha valami negatívumot kellene említeni, akkor talán a mitológiai építés miatt a kelleténél több átvezető videót mondanánk, amik meg-megtörik a lendületet, de közel sem annyira tolakodóan, hogy frusztrálóvá váljanak, a Doom rajongóknak pedig kifejezetten izgalmasak lesznek, hiszen vasmarokkal szegecseli egybe az eddigi játékok történelmét. A Doom Eternal az lett a 2016-os Doomnak, ami a Doom 2 volt az eredeti felvonásnak. Egy minden elemében tökéletes folytatás, amely nem ijed meg a saját árnyékától, hanem büszkén, szálegyenesen veszi a vállára évtizedes örökségét, és nem rokkant meg belé. Egyszerűen hibátlan. A multiplayer részleg sajnos a tesztelés időszaka alatt még nem élt, úgyhogy azt majd egy külön videóban teszteljük a premiért követően. Addig azonban ne felejtsétek el megírni komment formájában, hogy nektek hogyan tetszik a játék, legközelebb pedig újra találkozunk. Sziasztok!